Az első fél időben nem tudtuk rákényszeríteni az akaratunkat a Fradira. Sok hibával játszottunk, nem éreztük a távolságokat, dinamikai fölényben volt a Fradi. Akkor abba bíztam, hogy szorosabban tudunk fordulni, de sajnos sokat hibáztunk. A második fél időben rendeztük a sorokat, felvettük a ritmust, tudatosabb kézlabdát játszottunk. Ott már úgy éreztem, hogy mi diktáljuk a tempót. Ott volt egy szakasz, amikor éreztem, hogy ha rá tudunk lőni ott a két gólos vezetésünknél, akkor ez a meccs ma akkor megvan. Gyula jót húzott el, hogy megfogta a Szabó Petit. Nem volt igazán egy olyan irányítóm, aki végig tudta volna az akaratunkat a pályán vinni. Ebből sok hiba volt. Azért látszik, hogy szélsők játszottak lövőket, és sajnos tuti helyzeteket hagytak ki. A végjáték az nagyon meleg volt, ott bármi történhetett volna, ott már benne volt a szerencse is. Ott annyiba dicsérem a játékosomat, hogy akartak, küzdöttek és csúsztak, másztak ezért a pontém, de van bennem csalódottság, mert úgy érzem, hogy ez egy nagy lehetőség volt a számunkra, hogy ezt a meccset megnyerjük. Ha egy picikével többen vagyunk, azt mondtam, hogy nem fogok ilyenre hivatkozni, de itt abban a jobb oldalon itt, hogy nem volt balkezesen már több, az összes lövöm sérült, ez most nagyon hiányzott.